Tisztelt közönség! A mai napon ünnepeljük az 1848-as forradalom és szabadsághoz évfordulóját. Ez alkalomban kérjük, tekintsék meg ünnepi műsorunkat, melyet osztályfőnökünk, Weizenbach Mária, énektanárunk, Tekauer Aranka, zenetanárunk, Hartenstein Dániel és táncoktatónk, Balogh János állított össze. Műsorunk kezdeteként énekeljük el közösen a himnuszt. Máskor szelíddel libernek, csak szikráznak a tavaszi napsütésben. Még beszélni is alig tudsz, de már ismered a zászlót, a piros, fehér, zöldet. Ha ünnep van, a házakon, az utak fölött, a hidakon mindenhol zászlókat láthatsz. A zászló jelkép e nép összetartozását hirdeti, a közös múltat, a közös jelent és a közös jövőt. A zászló kicsiny testvére a kokárda. Március 15-én kokárdát tűzünk a szívünk fölé.
A nemzet ünnepli így életének, szabadságának egyik fontosabb eseményét. 1848-ban a zászló színei a csapat becsületét, erényeit jelképezték. A vörös az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt. Magyar vagyok, büszkén tekintek át a múltak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem, Európa színpadán mi játszottunk, s miért nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Hogy is volt? Mi történt? Párizs felől fújt a szél, onnan jöttek a divatok, az olvasmányok és az új eszmék. De itthon is készülődött valami. Széchenyi István magyarul beszélt az 1825-ös országgyűlésen. Megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát. Pozsonyban és Pesten a reformerek egy új magyarságot álmodtak. Szerdai nap volt, amikor 1848-ban március 15-ét írtak a naptárak. Szerda szerencsés nap. Tartott a Petőfi, ez a nap a magyar történelem egyik legragyogóbb napja volt, még azóta is megdobogtatja a szívünket. Ekkor kezdődött az az időszak, melyet forradalom és szabadságharc néven emlegetünk. Magyar történelem múzsája, vésőn soká nyugodott, vedd fel az örök tábládra, vészd fel ezt a nagy napot. Nagyapáink és apáink, míg egy század elhaladt, nem tevének annyit, mint mink 24 óra alatt. Csattogjatok, csattogjatok, gondolataink szárnyai, nem vagytok már többé rabok, szét szabad már szállni. Szálljatok szét a hazában, melyet eddig láncotok égető karikájában kínosan sirattadok. Szabad sajtó! Már ezen túl! Nem féltelek nemzetem, szívedben a vér megindul, s érted a félhatetem. Ott áll majd a krónikákba, neved pesti újság, a hona halál órában benned lett te orvosabb. Még az országgyűlés ott fent, mint szokása régóta, beszélt nagy sikertelen, itt kondult az óra. Tetre ifja, tetre végre, verjük le a lakatot, mi sajtokrán szentségre, istentelen kéz rakott. S te szívem, ha hozzád férne, hogy kevés légy lehetnél, e hős ifjúság vezére voltam-e nagy tetteknél. És ha jő az oldos ellen, majd bevárjuk, mit teszen. Inkább szurony a szívedben, mint bilincs a kezeken. Föl a szabadság nevében, Pestnek elszánt ifjai, s lelkesülés szendühében rohantunk hódítani. S kiállott volna ellen. Ezren és ezren valánk, s minden arcon, minden szemben rettenetes volt talán. Egy mennydörgés, egy kiáltás, volt ez ezrek hangja. Oda tört a sajtóhoz ő, zárját lepattintotta. Nem elég, most föl Budára, ott egy író fogva van, mert nemzetének javára célzott munkájba. Petőfi a Nemzeti Múzeum előtt elszavalta a nemzeti dalt, az összegyűlt a tömeg vele együtt hasogta a refrént. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak.
hogy rabok tovább nem leszünk. Ha sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Megszerkesztették, és 12 pontban foglalták össze a nép jogos követeléseit. Pozsonyból az országgyűlési küldöttség a császárvárosba érkezett. A pesti forradalom hírére itt is nagy változások következtek be. A király fogadja a küldöttséget, kinevezi az első felelős kormányvezetője gróf Batthyány Lajost. A törvények szentesítése április 11-ig várat magára. Föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget, földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akit még nem tudjátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, hánykódnak a hajók, süllyednek pokolra az árbóc és vitorla, megtörve tépfelúg. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat, mutasd meg mélységes medred, dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd bele az égre örök tanulságul, ha bár fölül a gálya, s alul a víznek árja, azért a víz az úr. A diadalmas tavaszt várakozással teli nyár váltotta fel, felgyorsultak az események, megszervezték a nemzetőrséget, megtartották az első népképviseleti országgyűlést, ahol mindenki úgy érezte, érdemes magyarnak lenni. De a bécsi udvar nem tagadta meg magát. Bíztatására Jelacsics Horváth bán seregeivel elindult hazánk déli határairól. Kossuth hívó szavára ezek álltak a szabadság zászlaja alá. Mindenütt megindult a toborzás. Be van teremtve, mint a
csatára a sereg. Előre! Sivít a golyó csángakat, ezzel kesíti a magyart. Előre! Fel a zászlóval magasra, egész világ hadd láthassa. Előre! Hadd lássák és hadd olvassák, rajta szent szó van, szabadság. Előre! Aki magyar, aki vitéz, az ellenséggel szembenéz. Előre! Mindjárt vitéz, Mihályt magyar, ős az Isten egyet akar. Előre! Véres a föld a lábam alatt, lelőtték a pajtásomat. Előre! Én se leszek rosszabb nála, berohanok a halálba. Előre! Ha lehull a két kezünk is, ha mindnyájan itt veszünk is. Előre! Hogyha el kell veszni nasza, mi veszünk el, ne a haza. Előre! Hadnagy uram, mi a bajod, édes fiam? Piros fér folyam mentére, ne bán, csak az orrom vére. Hadnagy uram, el ne essék itt az útba, belebotlám a nagy köve, szeged szoronyt, s csak előre. Hadnagy uram, megy a honvéd, áll a hadnagy, mély sebében összeroskad. Hadnagy uram, csak előre, édes fiam. 1848. szeptember 29. a Pártonzi csatamászoró jeles és Bécs felé menekült. A forradalmi szabadságharc szűk krónikása Petőfi Sándor ezt is megénekli. Ki volt Petőfi Sándor? Repes szilánkok szaggatták ruhájukat, fölveti göndörfürt a szép fejét, arcára szellő suhádulánát. Szól a szobor, elmondja életét. Színész volt, megszökött az iskolából. Apja dühöngött, ne is lássala! S fagyban, viharban ment az ifjú vándor, s dalolt, mikor minden baj rászakadt. Katonaság, a bordjú nyomja vállát, kaszárnyában fátat így sepreget. De helyne könyvet forgat éjszakán át, s ír, magyar dalt, lázas verseket. Nem lyukhatik, ki szomjú vágya kerget, indul tovább, hátá horpad batyú. Arcán megfagy a könnye, mint kisárked, kíséri társa, ó, késig és bú. Nem tudtam én, hogy híve már a puszták felett száll, mint sugárzó tűzmadár, s míg markolja a vándor batyács a puskát, gyújtó szavát egy nemzet várja már. Aztán midőn az ország lángra lobbant, és mint a tenger megmozdult a nép, küzdött a költő száguldó sorokban, s a szabadságért adta életét. Repes szilánkok szaggatták ruháját, felveti büszkén göndör szép fejét, Duna csillantja hős hullámú árját, szól a szobor, elmondja életét. Szerelemről szól, s arról, hogy kivírad, felkél a nap, s minden trónus ledönt, arról dalol, hogy 48 a csillag, a népek fölött égsz örökre fönt. Dalolj költőszülő házad, s az alföld táját dalolj, s a megvadult Tiszát. Dalod nyomán kitárul a magyar föld, életed e tündöklő világ. A tiszta fény koronfűs folytogatja, de véget ért a szörnyű éjszaka. Felröppen a piros égboltozatra, a szent szabadság hajnalcsillaga. A Vigdis Grés csapatai 1848. decemberében támadtak. Hős honvédeink több csatát megnyertek, de veszítettek is. Európa uralkodói feltek, feltekek is maradni magyartól. Hiába voltak katonáink és hadvezéreink, hiába volt Damian is Dembinszki percelésben. Európa két uralkodó hatalma összefogott ellenünk. 1848. augusztus 13-án a túlerő miatt, a belső széthúzás miatt Világosnál a magyar honvédsereg megadta magát. Szörnyű idő, s a szörnyűség mindegyre nő, talán az ég megesküvék, hogy a magyar kiírtja. Minden tagunkból vérezünk, hogy is ne, villog ellenünk a félvilág kardja, egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki leírni e vad fekete időket a világnak, s ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egy gyászokat beszélni, mint valának. Rettenetes napok, hetek, hónapok következtek, az ország könny és vérországa lett. 1849. október 6-a a 13 maradék vértanú kivégzésének napja. A szabadságharc után az osztrák császár kegyetlen bosszút állt a magyarokon. Október 6-án az aradi várban 13 honvéd tábornokot végeztettek ki. Ugyanezen a napon lőtték fűbe Pesten Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt. A véres megtorlás
Hajnaú rémálma idején következett be, bújdosott, pusztult és széthult nemzetünk. Batthyány Lajos! Kamjani Csáma! Aulik Lajos! Dezsőfi Arisztét! Kis Ernő! Nézics Károly! Lánár Gyar! Föltember Gernő! Lázár Vilmos! Leiningen Westenburg Károly Gróf! Nagy Sándor József! Svájdár József! Török Ignác! Vilcsony Károly! S te újra itt vagy, jó gólyamadár, az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kikölthess pályás magzatod. Repülj, és délen valahol, a bujdosokkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kébe széthul nemzetünk. Sokra sír, sokra vak börtön borul, kik élünk, járunk búsan szótlanul. Vak, aki felkér, és sírban legyen, új hont keresni túl a tengeren. Magányos sír a keskeny elhagyozott völgyben, keresztje ferde már veszendő, de gyapjas hó a vállán enyhe kendő, szelíden védi, zsojtúrrá fogy. Kísér csapok, gyémán dísze ragyog, míg bent a néma bíborban derengő, mélységbe zárt szemekkel és merengő arccal nyújtózik egy ifjú halott. A véres szemmel és aranynap sisakban a hajnal újra a hegyekre csattan. Pihenj, kedves, nem kell már harcra szállod. Sírod felett, még bús maraj lebeg, de te feledd az ágyút már, te álmod, hazaértél. 1867, a kiegyezés éve, Ausztria végre megbékél hazánkkal. Csak ezután lehetett emlékezni 1848 eszméire, törvényeire és hőseire, mint ma mi is tettünk. Szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Először hadd köszönje meg a gyerekeknek a szép műsort és a felkészítő tanáraiknak. Az időjárás az már hasonlít a 168 évvel ezelőtti, ez akkor is esett az eső, és mindenki az esernyőt tartotta. Ez az örökségünk, úgy gondolom, akkor is bátorságból, hazaszeretetből példát mutattak nekünk, és ránk hagyták ezt a nehéz örökséget, hiszen ezt a szabadság szeretetet is mindig meg kell tudnunk védeni. Minden időben előjön egy olyan időszak, amikor muszáj a szabadságért tennünk, kiállnunk érte. És úgy gondolom, hogy ez a mostani időszak is ugyanez. Ezért most közösen menjünk el és helyezzük el a megemlékezés koszorúját itt kint, és így megemlékezünk a 168 évvel ezelőtti hősökről. Ja. Vesz már jó, azt a gyerekem pörcsön.
Tökéletes is, hogy felnőtt